Itt áll velem szembe Balog Jani. Arra lennék kíváncsi, hogy amikor megláttad ezeket az amatőr versenyzőket, volt-e valami nosztalgia úgymond legbelül? Hogyne. Hát annó után 99-ben életem első versenyén egy ilyen jellegű versenyen álltam rajthoz még az akkori utcai autómmal, és az volt az első olyan megmérettetés, ahol ki tudtuk magunkat, vagy ki tudtam magamat próbálni. Úgyhogy támogatni való egy ilyen kezdeményezés, hiszen elég jó tehetségkutató, illetve gyakorlatilag kis pénzből, kis technikai ráfordítással tényleg komoly élményt tud nyújtani egy olyan versenyzőnek, aki a szárnyait próbálgatja. Arra lennék kíváncsi, hogy most egy picit az amatőr feelingtől távolodjunk el, úgymond a profik világába, hiszen 2 hét múlva Komló Rally. Arra lennék kíváncsi, hogy ma holnap ugye befejeződik a nevezés, ott fog-e szerepelni a nevetek a nevezett versenyzők listáján? Igen, a csapatunk leadta a nevezést, úgyhogy mind a két autónk rajt hozzááll ezen a zárófutamon. Készülünk rá becsülettel, jövő hét végére tervezünk egy hosszabb lélegzetvételű tesztet, illetve a verseny előtt majd még szeretnénk tesztelni a környékbeli rendező által biztosított teszten, hivatalos teszten, és gyakorlatilag teljes mellszélessége várjuk, és tényleg elég komoly várakozásaink vannak a soron következő futamra való tekintettel. Most arra lennék kíváncsi, hogy az IRC, illetve a VRC versenyrendszernek a futamait mennyire követed szemmel? A világbajnokság futamait, azt, illetve az IRC futamait is soron szoktam úgy követni, nézegetem az ott lévő eredményeket. Meglepően nagy verseny van az IRC között, ugye közel azonos autók és nagyon jó pilóták vívják ott a maguk csatáit. Késhegyre menő küzdelmekre lehet itt ilyen versenyeken számítani, mind murván, mind aszfalton. A világbajnokság futamai az igazából ilyen 2-3 ember között dől el, de ott a magának a versenynek a hosszúsága, meg az ott szereplő technikák, azok adják meg azt a varást, illetve egy VB futamnak mindig egy saját varázsa van, hiszen egy nagyon komoly kihívás különböző kontinenseken, különböző jellegű pályákon menni. Mindenképpen nagyon komoly tapasztalatszerzésre jó lehet, illetve ezeknek az egésznek a milliója, hát hiszen ez a versenyzésnek a csúcsa, fogalmazunk így. Arra lennék kíváncsi, hogy van egy tipped, ugye most jelenleg Mikko Hirvonen, illetve Sebastian Loeb között dőlhet el a világbajnoki címnek a sorsa. Arra lennék kíváncsi, hogy te melyik oldalra tennéd le a tippedet. Én azt mondom, hogy ha Ford tudja lépést tartani a Citroennel szembe aszfalton, most segítségre szorulok, mert nem tudom, hogy hány aszfalt futam van még itt a VB programban. Katalán rally van, egyedül ami szín aszfalt, utána pedig mennek a Velszi zárófutamra. Hát szerintem a katalán fogja eldönteni azt, hogy Sebastian Loeb tud-e zárkózni, és utána a Velszi verseny az pedig a maga kis viszontagságaival, meg a változékony időjárásával azt fogja föltenni az íre a pontot. Úgyhogy nagyon izgalmas záró akkor lesz ez az utolsó két futam, így akkor a VB szempontjából. Itt a vadnaparki programokhoz jó szórakozást kívánok, és akkor maradjunk annyiban, hogy Komlón folytatjuk, és bízom benne, hogy ugye most a dobogó egyes fokán állsz, hogy akkor Komlón a kategóriátokban is fogjátok tudni hozni szerencsével, tudással és megfelelő technikával az eredményt. Úgyhogy köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm, mindenképpen ezen leszünk.